És azt is mondta Tamás Gáspár Miklós, hogy az előre megírt eredményével csak Orbán Viktor további hatalmát legitimálnák, hogyha elmennének a választásokra. Tamás Gáspár Miklós a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük csak, hogy nem úgy legitimálnák az előre megírt forgatókönyvet, hogyha nem mennének el? Dehogy is. A következő helyzet. Ugye egyfordulós választás van, a Fidesznek meg kell nyernie az egyéni választókerületeket. Itt ugye az első helyezett nyer, akármennyivel. Kis pártok majd lesznek. Megnyeri a háromnegyedét 30%-okkal az egyéni, a számukra a legrosszabb eredményt véve az országban. A újabb szabályok győztesnek egy bónuszt ad. Ezen kívül a választókerületeket úgy alakították ki, hogy a valószínű baloldali többségű kerületeket felosztották. Továbbá egyszínűek lesznek a választási bizottságok. Továbbá már is kitiltották törvényileg a külföldi nemzetközi megfigyelőket a választásokról. Továbbá a kettős állampolgárok, a külföldi magyarok, külhoni magyarok, akik szavazhatnak, és mert kettős állampolgárok az ő védelmükben, amitként értelmes dolog, ebből a szempontból az ő védelmükben titkosítják ezeket a választói névjegyzékeket. Hallottak én még olyan szabad választásokról, amivel titkos választói névjegyzékek voltak? Nem. Nos, ezek nem szabad választások. Akkor teljesen esélytelen, reménytelen minden ellenzéki összefogás? Szabad részt venni, nem szabad választásokon, amelyek az eredménye csak egy lehet. Képzel a következő helyzetet. Meg kell nyerni ezt a választást. Nem lehet megnyerni ilyen választási törvény mellett ezt a választást. Ezt a választást csak a Fidesz nyerheti meg ezzel a választási törvénnyel. Senki más. Hát... Gorbán Viktor azt mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon komolyan beszélt. Na de érti, hogyha a Fidesz meg tudja nyerni a választók szimpátiáját és a leegyszerűsített választójogi törvény alapján tud nyerni, hát akkor ezt próbálja meg más is. Nyerje meg ő a választók szimpátiáját. Azt a helyzetet képzelje el, ez mindenki számára veszélyes egyébként. Tegyük fel, nyilván természetesen rám senki nem fog hallgatni, ezt én is tudom, és az ellenzéki pártok szépen részt fognak venni a választásokon, és akkor mindenki el fogja ismerni, voltak több párti választások, és éjjel is hurrá. Ugyanakkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mi történik a választások másnapján, amikor a magyar nép arra ébred, hogy a Fidesz 35%-kal megnyerte az újabb kétharmadot. Arra a pillanatra nagyon kíváncsi vagyok. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy történik valami baleset. Mármint, hogy az egyéni jelöltek 35%-ából is ja, lehet... Hát ott nem, az országos szavazati arány elég, 35%-a lehet kétharmadot szerezni, mint a választási szakértők megírták ezt a saját kultfőmből szemben. Na most, ugye azt is képzeljük, hogy történik valami baleset, valami olyan szörnyű hibát követel Orbán Viktor, amiket nem szokott elkövetni egyébként, és mégis megnyeri valamiféle ellenzéki formáció, amit nem látok, meg senki sem lát, de tegyük föl, megnyeri a választásokat, és akkor mondjuk az új miniszterelnök, nevezzük őt Szabó Tímeának, vagy Osztolykán Ágnesnak, az új miniszterelnök fülesküszik az alaptörvényre? A képviselők fülesküsznek az alaptörvényre? Más esélyük. Aztán megszegik a szavukat? Nem, megváltoztatják az alaptörvényt. Hát azt már Fidesz egyszerűen eljátszotta, hogy fölesküdt egy alkotmányra és megváltoztatta, az hát sem volt rendben. Az akkor hatályos alaptörvényre miért ne esküdhetne fel? Mert például nem tartja erkölcsösnek, hogy ilyesmire fölesküdjék. Ez nem tréfa. Egyetértek a diákokkal, az alkotmány nem játék. Van egy további kérdés. Ugyanis nem csak ezt javasoltam, azt is javasoltam, hogy ne vegyenek tovább részt a parlament munkájában. Egyrészt ne induljanak a demokratikus pártok a választásokon, és ne vegyenek részt. Nézze, a parlamentarizmussal Magyarországon amúgy is nagyon sok baj van. Engedje meg, mondjak néhány konkrét példát. Igen. Ugye két alapvető szabály van a modern parlamentarizmusnak. Az egyik a szabad mandátum, tehát a képviselőt ráruházták a választók a teljes bizalmat, és ők azt csinálnak vele, amit józan belátás és racionalitás és tisztesség alapján megcsinálhatnak, senki nem szólt bele. A másik pedig a képviselők egymás közötti egyenlősége. Minden képviselő egyenlő. Már pedig a magyar parlamentben azok a képviselők tagjai egy frakciónak kiváltságokkal rendelkeznek. Többször szólhatnak hozzá, többször vitázhatnak, részletek bizottságokban. Ez teljes mértékben ellenkezik a parlamentarizmus minden alapszabályával. Az pedig, hogy a frakció... De ezt nem a Fidesz változtatta meg.
hogy a frakciónak több joga van, mint a függetleneknek? Természetesen, persze. Persze, teljesen anomáliásan működik, csak amikor egy kétharmados többség van, ráadásul úgy szabják meg a frakció alakításnak a szabályait, hogy most jelenleg megszabják, hogy viszonylag jelentős támogatottságú politikai csoportra nincs képviseletük, ugye, a parlamentben, mert akinek nincs frakciója, az mintha ott se lenne, ez felháborító, és ráadásul a frakciók ugye fegyelmezik a tagjaikat, tehát a képviselet, a szabad mandátum igazából nem érvényesül, hogyha valaki elhagy egy frakciót, megszűnik igazából politikusnak lenni, ezek stb. Beszélhetnénk arról, hogy tudja, hogy egyes törvények egyes fordulataihoz, egyes mondataihoz és mondatrészeihez lehet módosító indítványt benyújtani. Ebből következik az a sok ezer gomb, amit nyomogatnak. Mit gondolnak, miért nincs a brit parlamentben gomb? Azért nincs gomb, mert egy magyarországi országgyűlési ülésszakon 3 hónap alatt több módosító indítványt fogadnak el, mint a brit parlament 700 éves történetében. Teljes mértékben... Előkészítettebbek a törvények? Tessék? Előkészítettebbek a mi törvények? Mi köze a dologhoz? Nem lehet benyújtani egyes fordulatokhoz módosítani. Mondjuk azt hittem, hogy az a köze, hogy nem is nincs szükség módosítóra, ilyen sűrűn módosítóra. Nem lehet, tehát ez nem jött számos számításba. Sehol nincs ilyen normális parlamentarizmus. Semmilyen normális parlament nincsen gombok. Nem szükséges ilyen gyorsan szavazni ezerszer. Teljes a magyar parlament, amely a legkevesebbet ülésező parlament Európában, ennek az időnek a java részét gombnyomogatással tölti el, teljesen értelmetlenül. Hogyha nem vesznek részt a parlamenti munkában az ellenzéki pártok, igen, attól mi fog változni? Hiszen most is pont amiatt az anomáliák miatt, amelyeket felsorolt, igen, gyakorlatilag levegőnek nézik, hogy ott van vagy nincs ott, nem, igen, oszt, nem szoroz. De nem ez a látszat. Ha egy pártrendszer van, akkor látszik is egy pártrendszernek. A régi NDK-ban is, a szocialista Csehszlovákiában is voltak nem kommunista pártok a parlamentben. És? Attól nem volt diktatúra? De, na értem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez semmi más nem érnek el a demokratikus ellenzéki pártok, amelyek természetesen nem azt fogják csinálni, hogy javasolok, nem vagyok se a tagjuk, nem a szavazójuk se igazán. Úgyhogy nyilvánvalóan nem fogják megérteni, de így viszont az következik, hogy az erőfeszítéseik és küzdelmeik eredménye, hogy legitimálják a saját megveretésüket és megszégyenítésüket és meggyalázásukat. Mit csinálják? Nem ezt akarják, én tudom persze. De menjenek az utcára, legyenek... Rengeteg módja van még a parlamenten kívüli politizálásnak. Na de látja, decemberben elindult a diákok tiltakozása, azóta is nagyon volt is székház volt. Igen, de változott, úgy gyökeresen változott valami? Az ország politikai kultúrája változik, és ennél értékesebbet, keveset ismerek. Hihetetlen siker. És én szerintem ehhez kéne a néphez kéne csatlakozni. A nép nem buta, nem rossz. Egyáltalán nem, csak attól nem változik, azzal nem lehet kormányt váltani, az ellenzéki pártok pedig kormányt akarnak most váltani. Most lehet váltani választások révén, tehát ezzel nem is érdemes szerintem különösen ez a gondolat. Na jó, de választások helyett, mert az bolygottálják, igen, akkor mit? Tehát mi az, ami egy kormányváltást előidéz Magyarországon? Össze lehet ülni informálisan, és hatalom nélkül sincs hatalmuk. Össze lehet ülni más emberekkel, gyűléseket lehet rendezni, vitákat lehet rendezni, új alkotmányterveket lehet kidolgozni, hiszen akkor, hát hogyha csinálják, nem vesznek részt, ne, ha nem vesznek részt ebben a színjátékban, akkor ez a rendszer megrendül. Akkor ez a rendszer megrendül. Ha a valódi ellenzék nem a Jobbikra gondolok tehát, ami nem valódi ellenzék, a valódi ellenzék nem vesz részt ebben a játékban, mint hogy megcsinálták Mussolinival szemben, 20-as években kivonultak az Aventinusra a képviselők, hát azért ezt nem én találtam ki ezeket a dolgokat, ezek létező módszerek, megmutatták, hogy miről van szó. Hát legalább a magyar népnek tudnia kellene, hogy hol él és milyen eszközei vannak a tiltakozáson és a morgáson és a hangos beszéden, kívül nincsen sok. Jelen pillanatban az önkormányzatok 93%-ában van jobboldali többség. Milyen választásokat fognak ezek szervezni? Mit tetszik gondolni? Azt gondolom, hogy láttam a Sonda Ipsos mai és az Ipsos mai közvéleménykutatási adatát, és nem úgy néz ki, mintha a rendszer megrendülni kezdene egyáltalán, hiszen támogatókat tudott visszaszerezni a Fidesz. Legközelebb folytatjuk. Hát, ha lehet, akkor szívesen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is a figyelmet, következik az Újságíró Klub. Németh Péter, milyen témákat választottál ma? Szervusz! Szervusz, Olga! Sajnálom, hogy nem kaptad meg az SMS-emet.
Adás közben nem szoktam SMS-ezni. Én azt írtam neked, hogy segítünk, hogyha elfogynak a vendégeid, akkor ülj át egy másik stúdióba, ahol, és akkor itt folytathatod volna a hóhelyzet megbeszélését, mert hogy erről is szó lesz. De egyébként nagyjából a mai újságíró klubot a sikerpropaganda és a gyűlölet kettőseként fogjuk tételezni és körülbejárni. Tehát, hogy működik a kampánystratégia. Köszönöm szépen a szokásos társasággal, újságíróklub, maradjanak velünk, én pedig holnap este várom önöket ismét viszontlátásra.